Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök minden testületi tagunkat a mai ülésünkön. Mielőtt hozzákezdünk az üléshez, szeretném tájékoztatni a kedves tagokat, hogy a konyha felújítása és a bölcsőde építése jól halad, terveink szerint 2 hónapon belül mind a kettő befejeződik. És mindenkit szeretettel várunk március 15-én 10:30 nemzeti ünnepségünkre, a Petőfi térre. Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmától. Most pedig megállapítom, hogy a testület határozat képes, és hozzákértünk az első napi rendi pont tárgyalásához. Jelentés a lejárt határidei határozatok végrehajtásával. Mindenki megkapta az előterjesztést. 5 tétel van a határozatok között, végrehajtás minden esetben megtörtént. Ha esetleg ezzel kapcsolatban van valakinek kérdése, akkor most felteheti. Köszönöm szépen. Nem kérdés, csak egy tájékoztatás, hogy az Alkotmány utcai ingatlannal kapcsolatban, amire vételi ajánlatot tett az önkormányzatunk az előző testület üléseken hozott döntés alapján, az megtörtént folyamatban van, és a vagyonkezelő már a szerződés tervezetet is megküldte önkormányzatunknak, amelynek a aláírása, illetve az elfogadása az nyilvánvalóan a mai költségvetési tárgyalásnak, illetve a költségvetés elfogadásának az eredménye. Köszönöm szépen. Második napirendi pontunk, előterjesztés a 2023 évi költségvetési rendelet elfogadására és az erre vonatkozó önkormányzati rendelet megalkotására. Tegnap a bizottság tárgyalta, megkérlek elnök úr, hogy tárgyalunk, hogy mire jutottak. Igen, a bizottság tárgyalta, azt hiszem, vagy azt tudjuk mondani, hogy az előző évekhez képest ez az év azért egy kicsit nehezebben indul, és reméljük, hogy könnyebben fog befejeződni, de a számok most úgy alakulnak, legalábbis úgy sikerült össze szervezni és össze dolgozni a költségvetésünket, hogy a kiadások és a bevételek, meg az előző évi költségvetési maradvány egyensúlyban vannak, tehát nullára jönnek ki. Nem tudjuk, mit fog hozni az év. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, tehát nem látjuk előre, nem vagyunk jósok, de ebben a formában a bizottság elfogadása ajánlja a képviselőtestület felé. Köszönöm szépen. Az biztos, hogy egy nagyon szigorú és fegyelmezett költségvetést kell, hogy kövessünk ahhoz, hogy ezt az évet túléljük. De biztos vagyok benne, hogy az a sok-sok munka, ami most itt az intézményvezetők és a szakembereink részéről a költségvetés tervezésénél energiába belekerült, az itt meg fog kérdőn, és megkérlek, Babika, hogy valamit szeretnél erről a munkáról, vagy a költségvetésünkről mondani. Csak egy pár szót, hogy a bevételek és a kiadások alakulás az 1,2 milliárdra terveztük a 23-as évben. Hát már folyamatos tervezés az december végétől zajlódott, intézményekkel egyeztetve. Sajnos elég nehéz év elé fogunk állni, mert a normatívánk az csökkent, ez a létszám, a lakosságszám csökkenése miatt adódott, 20 millióval kevesebb normatívát kapunk, mint egyébként szoktunk. Nehéz volt ez a összeállítani ezt a költségvetést, mivel az energiaárak, a háború kiadások, minden, tehát nem tudjuk, hogy hogy fogjuk, de bízunk benne, hogy az elkövetkezendő évet is úgy fogjuk lezárni, mint a mondat, hogy sikeresen. Köszönöm szépen, és szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett ebben a nagy munkában, és összeállította a 2023 évi költségvetést.
Köszönöm szépen, én is néhány szót szeretnék hozzászólni, és azzal kezdeném én is, hogy rendkívül nagy munka volt, és ez a nagy munka, ez már az elmúlt év végén elkezdődött, ugye akkor már lehetett látni a irányszámokat, bár még nem lehetett látni, hogy milyen pénzmaradványokkal rendelkezik az önkormányzat, de hál' Istennek, ahogy összeállítottő asszony is elmondta, illetve elnök úr is, pénzmaradványt is sikerült realizálni a költségvetés elkészítésének kezdetén. Viszont nagyon sok olyan kiadás van, amire, ahogy említették az előttem szólók, nincsen normatív forrás, illetve nincs teljes mértékben lefinanszírozva normatív állami támogatással az adott szakfeladat is. Ez bizony előfordul kötelező önkormányzati feladatok esetében is, nem csak az önként vállalt önkormányzati feladatoknál. Tehát ebből kifolyólag biztos, hogy egy olyan költségvetés van az indulásnál az önkormányzat kezében, ahogyha elfogadásra kerül, amiben sérülnek majd érdekek, és itt rögtön mondok egy olyan érdeket, hogy a kultúra és a sport tévét hirdettük meg, de nem tudunk például olyan mértékű ráfordítást erre fordítani, vagy a civilekkel egyeztettünk immáron december óta 2-3 alkalommal, civil szervezetekkel, és most a költségvetésben nem tudjuk azt mondani, hogy a benyújtott civil szervezeti támogatások azok elfogadásra javasoltak, és tudja az önkormányzat támogatni. De mindezek ellenére, ahogy elnök úr említette, és a bizottság is végigtárgyalta részletesen, most ez egy olyan költségvetés, amivel el lehet indulni, és évközben biztos vagyok benne, hogy többszöri módosításon fog keresztül esni. Mert hogy abba kell bíznunk, hogy lesznek normatív kiegészítő támogatások, ezek a béremelések miatt, a kötelező béremelések, és itt az önkormányzatnál is egy fontos érv volt az, hogy a kötelező és a garantált béremeléseken túl lehetőség szerint egy minimális mértékben azért a dolgozók is legyenek elismerve. Ez ugyan megjelenik, de nem abban a formában, ahogy szerettük volna ezt megvalósítani. És ahogy osztályvezető asszony említette, nagyon-nagyon rányomja a bélyegét az idei évre ez az energiahelyzet. Én nem mondom energiaválságnak, ez egy kis katyvaszos helyzet, mert azt sem tudjuk igazából, hogy mire lehet számítani. De szerintem nincsen most ember Magyarországon, aki meg tudja mondani, hogy hogyan fog ez alakulni. Jelen pillanatban nullára van a költségvetés kihozva úgy, hogy egyébként ebben a költségvetésben vannak önkormányzati vagyonelemek értékesítésére is javaslatok, amikre nyilvánvalóan a részletes tárgyalások során sor került azoknak az ismertetésére, és vannak olyan megszorítások, ahogy tetszik, amik elsősorban a település üzemeltetést fogják érinteni, ahol viszont a KFT-nek a lehető legtöbb külső forrás bevonva kell működnie, és a kötelező feladatot úgy ellátni, hogy már most tudjuk, hogy nem fogjuk tudni odaadni azt az összeget, ami egy normális elfogadható működéshez szükséges. Szóval ezekkel a kiegészítőkkel én azt gondolom, hogy ez a közel három hónapos tervezési időszak, ez most remélhetőleg lezárul, és a képviselőtestület elfogadja a költségvetést. De ahogy elnök úr említette, ez egy induló költségvetés, ami azért sokat fog változni ebben az évben, remélhetőleg azért, mert forrásokhoz fogunk jutni, akár pályázati, akár állami normatív támogatásokhoz, és emiatt egy picit majd könnyű a helyzet. Úgyhogy és én is szeretném megköszönni a munkatársaknak, érző asszonynak, osztályvezető asszonynak és a kollégáknak a munkáját, akik és az intézményi vezetőknek, mert hogy többször is át kellett dolgozniuk a költségvetési sorokat mindig az adott igényeknek vagy változó helyzetnek megfelelően. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is. Esetleg kérdés? István, igazából nem is kérdés, inkább vélemény a költségvetéssel kapcsolatban, meg azzal a hozzá kapcsolódó társadalmi, meg mindenféle közösségi együttléttel kapcsolatban, ami változtatni tud ezen.
Ugye látjuk most is, hogy a létszám csökkeni, a település létszám csökkenése miatt forrás csökkenés is történik. És ugye azt gondolom, hogy nekünk ebben felelősségünk lesz, hogy gondolkodjunk a jövőben erről. Részben pedig arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy több olyan településen élő személy van, akik egyébként nincsenek a településen bejelentkezve. Sem forrás nem igénylünk le ezáltal, illetve ott gyerekkorúakról is van szó, nem is kevés esetben, és ezek többlet terheket jelentenek az intézményeinkre, akár az oktatási, akár a szociális intézményekre. Magyarul energiát munkában tőlünk vonnak el, ugyanakkor az önkormányzat nem fogja tudni lehívni rájuk azokat a támogatásokat, amik ugye egy kicsit segítenék ezeket a munkákat. Úgyhogy valahogy ezeket át kell. És most nem arról beszélek, amikor valaki ide beköltözik 2-3 hónapra is tovább megy, hanem itt vannak olyan gyerekek, akik már 10 évesek, és ők ide születtek, nincs itt a lakcímük, nincs gyermekvédelmi kedvezményük, egy csomó mindentől elesnek, ők is, és mi is, és hogy valahogy ezeket át kellene tekinteni, meg erről gondolkodnunk kellene a jövőbe, mert hogy több szempontból is én azt gondolom, hogy ez egy olyan terület, amivel foglalkoznunk kellene, nem csak pénzügyi, azért kezdtem így, hogy ez nem csak pénzügyi dolog, én ahhoz kevésbé értek, hanem egyébként közösségi együttélési dolog is ez az egész, viszont van a pénzügyre ezáltal kihatása a település szempontjából, úgyhogy ezeket meg kellene vizsgálni, szerintem. Nekem ez lenne a javaslatom, hogy legközelebb, hogyha majd már jövőre beszélgetünk erről, valahogy legyen egy olyan közös véleménye a testületnek, és abba az irányba induljunk el, és azok alapján próbáljuk meg a jövőt elképzelni. Ennyi csak, köszönöm szépen. Köszönjük szépen, maximálisan egyetértek. Már beszéltünk is erről óvodavezető asszonnyal, hogy az óvodában is vannak olyan gyerekek, akikre nem kapjuk a normatívát, pontosan ezen okból. Úgyhogy meg kell ezt találjuk azokat a lehetőségeket, amivel esetleg helyes mederbe tudjuk terelni ezt az egészet. Nem tudom, hogy hogyan lehetne őket arra rákényszeríteni, hogy bejelentsék ide. Akár ideiglenes lakcímre, vagy itt állandó lakcímre kellene, tehát nem tudom, hogy mi a jó megoldás. Kényszeríteni nem tudunk, én azt gondolom, ugyanakkor a probléma az itt van, hosszú távon. Valószínűleg valami olyan jellegű beakadások lehetnek ezekbe a családokba, ami miatt nem tudnak bejelentkezni. Azért mondom, hogy ezt most így nehéz azt mondani, hogy így vagy úgy csináljuk, biztos, hogy valamit ki kell rá találni, biztos, hogy vannak rá módozatok, de magával a problémával nézzünk szembe első körbe, és aztán azt gondolom, hogy lehet majd ezekben szépen lépkedni előre. Köszönöm. Köszönjük szépen. Akkor, hogyha nincs több kérdés, először is egy határozatot szeretnék, hogyha elfogadnánk, mégpedig az államháztartási törvény szerint a következő 3 évben változó saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket tartalmazó táblázatot kellene elfogadjunk, és semmi másról nincs szó, mint lenyilatkozzuk azt, hogy a következő 3 évben sem szeretnénk eladósodni, és jelenleg sincs semmilyen adósságunk. Jól mondtam, hogy akkor, hogyha aki egyetért azzal, hogy ezt a táblázatot a kiadott határozat szerint elfogadásra kerüljön, azt kérem szavazni szíveskedjen. Köszönöm szépen. Akkor egy rendeletet kell még elfogadni. Ugye aki egyetért azzal, hogy Tiszaalusz Nagyközség önkormányzatának 2023 évi költségvetési rendeletét az előbb megtárgyalt formában tudja támogatni, azt kérem szavazni szíveskedjen. Köszönöm szépen. A harmadik napi rendi pontunk. Tiszaluci községüzemeltetési és szolgáltató non-profit Kft. Támogatási szerződésének jóváhagyása. Ezt is tárgyalta a szakbizottságunk, úgyhogy megkérdek elnökét, hogy beszélj róla. Köszönöm. Hát ha a költségvetés nehéz feladat volt, akkor azt hiszem, hogy a Kft. Még nehezebb részünkre. Tudjuk, hogy nagyon sok problémával küzd a Kft. Tudjuk, hogy a minimálbér, a garantált bér minimum emelés a 16-14%
újabb plusz kiadások. Tudjuk azt, hogy a pályázatban ugye csak 480 forinttal számolható az üzemanyag, és ugye teljes áron kapjuk. Sok minden dolog van, ami ugye nehéz. Nem beszélve, hogy a programokban lassan már a megfelelő létszámot sem tudják kitölteni, de így is azért vannak elvárásaink velük szemben, nem is kicsi, nem is kevés, tehát mi mindig elégedetlenek vagyunk, de úgy hiszem, hogy ez a jó, mert nem szabad senkit megdicsérni, utána elbízza magát. A bizottság ülésen működési támogatásként ugye 42 millió forint, település üzemeltetési feladatok ellátásához 18.226.215 forint, közfoglalkoztatási programok önrészeként pedig 1.685.154 forint került megállapításra, végülis ez a költségvetésben benne van, tehát ezek a számok, amik ugye a KFT-t érintik. És a támogatási szerződésben meghatározott ütemezésben és feltételek szerint kerül ugye átutalásra. Másik tárgyalt témánk volt az ügyvezető úr munkabérre, tehát havi munkabérre és az ügyvezetői megbízási díja. Ezt az előterjesztésben szereplő összeggel a bizottság elfogadta, és a KFT-nek, amit támogatási szerződésben meghatározott összegeket is elfogadtuk, és egyhangulag elfogadásra álljuk a képviselőtestület felé. Nagyon szépen köszönöm. Ezzel kapcsolatban van valakinek kérdése, egy hozzászólni valója. A polgármester úr. Köszönöm szépen, polgármester úr. És néhány gondolatot szeretnék azzal kapcsolatban elmondani, bár az előbb már utaltam rá, hogy a KFT-nek a működése az ugye javarészt, hogy kimondhatjuk non-profit KFT révén, hiába van vállalkozási tevékenysége, de csak a önkormányzatnak a támogatásaiból van fenntartva. Gyakorlatilag minimális az a árbevétel, amit vállalkozási, illetve amit a KFT vállalkozási tevékenységből realizál, és ahogy elnök úr említette, a nehézségek, amiket ügyvezető úr leírt, abban is adódnak, hogy elvárjuk azt, hogy a település teljes mértékben üzemeltesse és ellássa a KFT a település üzemeltetési feladatok szintjén, sőt még akár intézmény fenntartási, karbantartási feladatokat is. Ehhez egyre kevesebb létszámot kap, egyre nagyobbak azok a fenntartási és általános költségek, amik úgymond közben megjelennek. És ugyanakkor még azt is szeretnénk, hogy vállalkozási tevékenységet is végezzen, akár a lakosság felé szolgáltasson, vagy akár külső munkát is végezzen. De be kell, hogy lássuk, hogy nem megy a kettő, sőt még egy kicsit szociális foglalkoztatást is várunk el a KFT-től, mert ugye az itt dolgozó nagy része kimondatlanul a munkaerőpiacon már hátrányokkal indul, és van akinek egészségügyi, van akinek mentális problémái vannak, és úgy kell munkát végezni. Tehát mindezek mellett én is vissza szeretnék utalni az első mondatára elnök úrnak, hogy nagyon nehéz ez a költségvetés, mert itt van egy stratégiai kérdés is, hogy a KFT-t meddig lehet üzemeltetni így, meddig lehet azokat a támogatási összegeket biztosítani, amik szükségesek az üzemeltetéshez. Mi úgy gondoljuk, és ezt a tárgyalások során sokszor felmerült, hogy körülbelül most van a határon a KFT, tehát azon a költséghatáron, ahol amitől többet nem fog tudni az önkormányzat ráfordítani. És ebben a költségvetésben, illetve ugye a KFT szintjén az üzleti tervben csak egy sorra szeretném felhívni a figyelmet, a település üzemeltetési feladatok, amiket évről évre azért kap az önkormányzat, hogy az úthíd, illetve a parkfenntartás, illetve a köztisztasági feladatokat ellássa, munkabér és anyagköltség szintjén is be tudja szerezni azokat a anyagokat, illetve a szolgáltatást el tudja végezni a KFT, tehát erre kellene kifizetni. Most az üzleti terv arról szól, hogy havi szinten 2-300 ezer forintot tud költeni anyagra, és az összes többit elviszi az a bér, és még ezt úgy egészíteném ki, hogy nem is elég a település üzemeltetési feladatok ellátására a fennmaradó összeg.
Tehát jól láthatjuk, hogy a szolgáltatás színvonalában hiába vannak elvárásaink, hogy magasabb legyen a színvonal, amikor a költségeket meg a létszalat fogjuk meghúzni. Tehát én nagyon bízok abban, hogy egyébként lesznek plusz források, lesznek a nagy projektekből, amik itt a településen megvalósulnak esetlegesen olyan alvállalkozói tevékenységek, amikből ki tudja egészíteni a működési költségeit a Kft. Nyilvánvalóan a polgármester úr és azok, akik ebben közreműködnek, mindennek fognak ezért tenni, de összességében így kell értékelni az üzleti tervnek ezeket a számait, hogy ez nem az a támogatási szint, ami mellett egy kimagaslóan elvárható szolgáltatási szintet várhatunk el a Kft-től, ha kimerjük mondani, ha nem. Ez arra elég, hogy működtetni tudjuk, éppen fent tudjuk tartani, ki tudjuk fizetni a béreket, és egy minimális szinten anyagot tudjon vásárolni, ha kell a kártyúzáshoz, ha kell a fűnyíráshoz, de semmiképpen nem lesz elég arra, hogy mindent maximálisan ellásson a Kft. Ennyit szeretném volna, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ügyvezető úr. Igen, tisztelt testület, köszönöm szépen a szót. Előttem elnök úr és alpolgármester úr mindent elmondott, amit én akartam volna. Én annyival egészíteném ki, hogy a felügyelőbizottság hétfőn online ülésén tárgyalta az előterjesztést, és támogatásra javasolja a testületnek. Ugyanezekkel az észrevételekkel, amit alpolgármester úr már elmondott. Köszönöm szépen. Csak egyetlen kérdés, hogyha lehetne, mert most ugye azt látjuk, hogy itt van a megnyert pályázat kapcsán, kell, hogy munkaerőt vigyünk magunkkal, ha szeretjük, hanem három éven keresztül, ami 2024 márciusában fog lejárni. Az most torzít ezen a képen. Magyarul fog-e változni egy picit pozitív irányba, itt majd a matematika, a jövőjét tekintve, hogyha már ez a kötelezettségünk nem lesz, és esetlegesen a munkaszervezés más irányba fog menni. Mert hogy jelen pillanatban az, amire mi szántuk volna azokat a dolgozókat, ha jól értettem a polgármester úr, hogy kifelé is szolgáltassunk olyan jellegű tevékenységeket, mármint a Kft., az most nem működik, és hogyha, és gondolom ott azért a garantált bérminimumról beszélünk a dolgozóknál, ugyanakkor meg, ha jól értelmezem, a községüzemeltetésnél nem biztos, hogy szakmunkásokra van feltétlenül túlnyomó rész szükség. Lesz-e valami pozitív elmozdulása jövő évben a Kft-nek költségvetés szempontjából ezen tény alapján? Jó, köszönöm. Ez attól függ, hogy szeretnék-e megtartani 14 embert, most azt hiszem 14 fő, ugye? 13 a minimális létszámunk, amit tartalunk. Természetesen, hogyha csökkentünk a létszámon, akkor az bérben látszani fog, jelentkezni fog. Én annyit szeretnék hozzátenni, hogy az se teljes mértékben igaz, hogy nem termelnek, mert több mint 10 millió forint bevételünk van az ő tevékenységükből éves szinten. Tehát az összbevételhez képest lehet, hogy 10%, de ha kimondani 10-20 milliót, az szerintem nem olyan rossz összeg, úgyhogy van haszna annak, hogy őket foglalkoztatjuk, őket dolgoztatjuk. Itt azt kell ezt eldöntenünk nekünk, hogy szeretnénk-e spórolni, mert akkor egyféleképpen tudunk csak, hogyha a létszámot csökkentjük. Én úgy gondolom, hogyha visszaemlékszem 5 évvel ezelőttre, akkor az akkori Kft-nek is olyan 30 millió körüli összegeket fogadtunk el, tehát 28 millió, nem akarok hülyeséget mondani, de ilyen számrémlik a fejembe támogatási összegként, és azóta azért az árak emelkedtek, a bérek emelkedtek. Azt mondom, hogy ez a 42 millió forint támogatási összeg, ez ahhoz képest teljesen reálisnak tűnik úgy, hogy sokkal több embert dolgoztatunk és foglalkoztatunk, mint akkoriban. De igen, el kellett gondolkodni a Kft. Jövőjén, mert az biztos, hogy a költségvetésben a legnagyobb terhet ezt ők jelentik. A polgármester úr. Köszönöm én. Na, azért nagyon jó kérdés, mert és én megfordítanám a választ abban a tekintetben, hogy azt kell eldöntenünk, hogy a település üzemeltetési feladatokat milyen módon kívánjuk ellátni.
mert ez fog meghatározni minden más. A vállalkozási tevékenységet is, a szociális foglalkoztatást is, és én azt gondolom, hogy erre ez az év nagyon jó vízválasztó lesz, mert a közfoglalkoztatás rendszere teljes mértékben átalakul, legalábbis ahogy lehet hallani a kormányzati törekvéseket. Mert ugye most jelen pillanatban a közfoglalkoztatáson belül, hogy kimondjuk, vagy nem mondjuk, vagy bújtatjuk, vagy nem bújtatjuk, de ott végezzük el a település üzemeltetési feladatoknak a nagy részét. De az egy szociális foglalkoztatás. És ezen mindig a költségvetésnél szoktunk egyébként egy kicsit polemizálni. Igen. Hogyha tudnánk ezt a szolgáltatási rátát eltolni egy picit olyan irányba, és szerintem az lenne az egészséges, ha ez a Kft. Mondjuk 50%-ba végezne vállalkozási tevékenységet és 50%-ba egyéb támogatásból ellátott tevékenységet, akkor a non-profit jellege még megmaradna, mert ugye itt az a cél, hogy nulla legyen a végeredmény, a vállalkozási eredmény szempontjából. És hogyha így gondolkodunk, akkor mindenképpen az a fő cél, hogy ezeket az embereket nem úgy megtartsuk, hanem a saját dolgozói állományt tovább növeljük. És azokat a feladatokat is, amiket most szociális alapon végzünk el, lehet, hogy hatékonyabban el tudjuk végezni, hogyha kevesebb, de saját dolgozói állománnyal és megfelelően gépesítve végezzük el. Én mindenképpen azt gondolom, hogy ez lenne a cél, és tehát, ahogy polgármester úr mondta, nyilván majd a számok meg fogják mondani, hogy milyen irányba fogunk el indulni, de inkább a létszám szintű növelése és a feladat végzésnek az átszervezése lenne a felé mutató jövő, hogy a Kft., tehát hogy ez a szervezeti forma tovább tudja működni a településen. Egyébként én erre mondtam azt, hogy még most azon a határon belül vagyunk a számok tekintetében, ahol még mindig jobb a Kft. Forma, mert hogyha ezt, és erről is beszéltünk sokat a költségvetési tárgyalásoknál, ha bekerülne, megszűnne a Kft., vagy kiszerveznénk a Kft.-ből vissza a feladatokat mondjuk a valamelyik szervezeti egységünkbe, tehát a önkormányzatnak lenne egy műszaki irodája, vagy valamikor ugye Gamesznak hívták, vagy a polgármesteri hivatalban lenne egy ilyen alakulat, minimális az az általános költség, amit meg tudnánk spórolni, mert a feladatok ugyanúgy megmaradnak. A bért ugyanúgy számfejteni kell, az adminisztrációt ugyanúgy el kell végezni, a traktorra ugyanúgy rá kerülni embereknek, annak a traktornak ugyanúgy fizetni kell a biztosítását. Tehát persze egy csomó olyan dolog, ami megmarad, csak nem Kft. Tekintetét, tehát nem gazdálkodó szervezetként, hanem egy hivatali vagy egy önkormányzati szervezeti egységen belül működne. De ez megint egy dilemma, tehát én mindenképp azt látom jövőnek, hogy ebben a formában próbáljuk úgy megerősíteni, hogy legyen minél több olyan embere, aki szakembere, akire lehet építeni, és a szolgáltatási tevékenységet tudjuk erősíteni. Elsősorban a lakosság felé, mert ugye van egy ilyen igény a tiszaluci lakosok részéről. Ugyanígy. Köszönöm. Én nem kérdőjeleztem meg azt, hogy milyen tevékenységet végeznek, vagy ez hasznos, vagy nem hasznos. Én erre voltam inkább kíváncsi, hogy én azt gondolom, hogy most látva a mozgásokat van egy olyan utolsó pillanatunk, amikor akár adott esetben azokból a közmunkásokból, akik most jelen pillanatban bent dolgoznak, és ugye intézményeket segítenek, intézmények működését segítik. Most ez egy kísérleti szakasz, hogy megnézzük, hogy kikből válhatnak majd dolgozók, és hogyan lehet majd tovább működtetni ezt az egészet, mert hogy ugye tényleg ott vagyunk a küszöbén, halva azokat a számokat, hogy hova csökkentünk le létszámban, közmunkás létben. Tényleg azon a küszöbön vagyunk, hogy el kell gondolkodnunk azon, hogy a mindennapi takarítási és egyéb olyan jellegű tevékenységeket az intézményekbe, amit most ezáltal meg vannak oldva, hogyan fogjuk a jövőben megoldani, de ez egy teljesen érthető dolog, hogy ezzel próbálnánk bővíteni a Kft.-nek a működését, meg ez is. Most van egy irány. Ha visszaemlékeztek a múltkor, azt mondtam, hogy egy kicsit elvesztettük a szemétszállítós történetet, ahol volt a Kft.-nek egy olyan bevétele. Aztán elvesztettük a vízszolgáltatásos történetet, és egy kicsit olyan arctalanná vált neked, de ebben most, amit a polgármester úr elmondtál, ebben van egy irány, amiben lehet gondolkodni. Erre voltam kíváncsi. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor aki a Tiszaluci Községüzemeltetési és Szolgáltató Non-Profit Kft. 2023 évi támogatási szerződését tudja támogatni, azt kérem szavazni, szíveskedjen.
köszönöm szépen, hogy van. Igen. Igen, még mielőtt a határozott rátérnénk, van egy, az ugye nem jelent meg külön a előterjesztésben, de a közszolgáltatási szerződésnek a módosításáról az előző testületülésen szó volt, és van kettő olyan pontja a mellékletnek, amit érdemes lenne módosítanunk. A tekintetben, hogy a vízbevitelben is megjelennek azok a irányszámok, amik erre utalnának. És ha megengedett polgármester, akkor a ügyvezető urat kérjük meg, hogy ezt egy-két pontot ismertesse, hogy mi lenne ez a mellékletes változás. Ügyvezető úr, akkor azokat a mellékleteket, amelyek érintettek, és a változás tárgyalás végződés tárgyalunk. Kettő pontban javasolta a polgármester úr, illetve a tárgyalások során kettő pont módosítását szeretnénk kölcsönösen elismerve a dolgokat, illetve igen, beterveztük a létszámigényét ennek a feladatnak. A GÁT-tal, az önkormányzati tulajdonú GÁT-tal kapcsolatos karbantartási feladatokkal szeretnénk kiegészíteni, illetve az üdülővezet üdülővezettel kapcsolatos karbantartási feladatok lennének azok, amiket szeretnénk beemelni ebbe a szerződésbe. Ugye ennek a humán erőforrás része remélhetőleg holnaptól rendelkezésünkre fog állni, ha elfogadtuk ezt a költségvetést. Az anyagi részét, az pedig a dologi részét, azt pedig be fogjuk építeni majd a dologi költségeink közé. Tehát ennyiben szeretnénk módosítani a közszolgáltatási szerződés mellékletét képező feladatlistát az összes többi változatlan hagyása mellett. Köszönjük szépen a tájékoztatást! És akkor a következő határozatunk, az pedig az ügyvezető úr bérével kapcsolatos határozat. Tehát aki az bizottsági elnök úr által megfogalmazott ajánlással egyet tud érteni, miszerint ügyvezető úr havi bruttó munkabére nem változna a tavalyi évhez képest, és az ügyvezetői megbízási díja pedig bruttó 40 ezer forinttal nő tavalyhoz képest, aki ezt tudja támogatni, azt kérem szavazni szíveskedjen. Köszönöm szépen! Akkor aki támogatja a közszolgáltatási szerződés mellékletnek a módosításának a támogatását, akkor ez egy harmadik határozat. Harmadik határozatunk ugyanaz a harmadik pontban, aki tudja támogatni a közszolgáltatási szerződés mellékletének az előbb ügyvezető úr által felvázolt módon történő változásait, azt kérem szavazni szíveskedjen. Köszönöm szépen! Következő napi rendi pontunk, a polgármester kafetéria megállapítása. Itt én megkérek mindenkit, hogy ha egyetért azzal, hogy én nem vennék részt, akkor tárjatok ki engem ebből a szavazásból. Tehát aki egyetért azzal, hogy én nem fogok szavazni, azt kérem szavazni szíveskedjen. Köszönöm szépen. Végzőre átadom neked a napi rendi pontot. Tehát a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011 évi 199. törvény, továbbiakban köztisztviselőkről szóló törvény bekezdése 255. paragrafus első bekezdése alapján a polgármester egy foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a kafetériával vonatkozó szabályokat, és erre történt ez az erőterjesztés. A kafetéria juttatási éves összege nem lehet alacsonyabb 300 000 forintnál. Minden képviselőtársam megkapta a vonatkozó erőterjesztést,
2023 évre ez a kafetéri összeg 400.000 forintot nem haladhatja meg, és erre teszek javaslatot. A polgármester úr nettó kafetéri juttatása, tehát 400.000 forint összegben kerüljön megállapításra. Tisztelettel kérem a képviselőtársaimat, hogyha van ezzel kapcsolatban bármilyen hozzászólás felett is, akkor azt most tegyétek meg. A bizottság tárgyalta, és a előterjesztésben szereplő összeggel elfogadásra ajánlja a képviselőtestület felé. Tisztelettel köszönöm. Van esetleg más? Ha nincs, akkor szavazásra bocsájtom, tehát egy határozatot fogunk hozni erre vonatkozóan. Aki egyetért azzal, hogy Tiszaosz Nagyközség polgármestere 2023 évi kafetéria keret jóváhagyása 400.000 forint per fő per év keretösszegben legyen megállapítva 2023-as költségvetési évben, az szavazni szíveskedjen. Köszönöm. Én is tisztelettel köszönöm minden jótoknak. 5. napi rendi pontunk, egy év egyedi ügye, 5. A pontja, szociális asszisztens álláshely biztosítása. Egy hónappal ezelőtt volt kint a Borsod-Abolcs-Szentgyörgy megyei kormányhivatal, képviselő úr körülbelül, és megállapították, hogy a szociális irodán szociális étkezés, mint feladat, 100 fő fölötti étkező esetében szociális asszisztens biztosítása szükséges annak érdekében, hogy az adminisztratív igények felmérését, illetve magát ezt az egész folyamatot, annak a nyilvántartását, a napi jelentését egy főállású dolgozó lássa el. Ez nálunk eddig nem történt meg, és ezért ezt előírták nekünk kötelezően, hogy ide vegyünk fel egy szociális asszisztenst. János itt nagyon ügyesen meg tudják oldani a feladatot, de sajnos a törvény nem kér. Úgyhogy mivel köteleztek minket, túl sok választásunk nincs. Egy fővel bővíteni kell a szociális irodaállásainak álláshelyének számát. Sok-sok évet vittük mi ezt a dolgot. Igen. Próbáltuk megoldani egyéb módon. És félve súgom, hogy gyermekétkezést is oldunk meg. Adminisztráció. Kerestük a megoldásokat, de nincs. Muszáj vagyunk felvenni plusz egy főt. Ezt is tárgyalta a bizottság, elnök úr, megkérlek, hogy tájékoztassunk. Ezt is tárgyalta a bizottság, és egy fő szociális asszisztensi állás létrehozását a 2023 évi költségvetésben ugye biztosított, ezért a bizottság elfogadásra ajánlja a képviselőtestület felé. Köszönjük szépen. Hogyha ezzel kapcsolatban is több hozzászólás kérdés, akkor aki egyetért azzal, hogy szociális étkeztetés tevékenységhez létszámot bővítsünk, azt kérem szavazni szíveskedjen. Köszönöm szépen. Ötbé napi rendi pontunk, értéktárbizottság létrehozásáról döntés. Ezt a szakbizottságunk tárgyalta, megkérlek elnök asszony, hogy egy pár mondatba tájékoztassunk. Megpróbálom röviden összefoglalni mindazt, amiről az elmúlt időszakban szó esett. Én úgy gondolom, hogy az előzetes egyeztetések alapján az önkormányzat képviselői elkötelezettek abban, hogy Tiszaosz értékeit valamilyen módon meg kell őrizni, és mindenki számára láthatóvá kell tenni. A Nevelési, Kulturális és Sportbizottság január ülésén 18-án tűzte napirendre a Települési Értéktár Értéktárbizottság létrehozásával kapcsolatos törvényi lehetőségek megtárgyalását. A törvény a 324/2020-as kormányrendeleten nyugszik, amit a közvélemény talán sokkal jobban ismer úgy, hogy Hungarikum törvény. Ennek az a célja, hogy a Magyarországon lévő valamennyi értéket meg tudjuk őrizni, és valamilyen módon láthatóvá tudjuk tenni mindenki számára. Ez a törvény rendelkezik arról, hogy a nemzeti értékeket szakterületenként kell kategóriákba sorolni, és lehetőséget ad arra, hogy települési, tájegységi és vármegyei értéktárakat hozzanak létre.
A mi szempontunkból itt a települési értéktár bizottság létrehozása a releváns. Annak, hogy Tiszaluc értékeit valamilyen módon meg tudjuk őrizni, gyakorlatilag a törvény két lehetőséget biztosít. Az egyik az, hogy értéktár bizottságot hozunk létre helyben, a másik pedig az, hogy állampolgári kezdeményezésre a Vármegyei Értéktár Bizottsághoz lehet ilyenfajta kezdeményezést benyújtani. A bizottság egy határozatot hozott, és a bizottság támogatja azt, hogy egy települési értéktár bizottságot hozzunk létre. Szintén a fennevezett törvény jogszabály rendelkezik arról, hogy a települési értéktár bizottságnak hogyan kell működni. Hát a legfontosabb talán az, hogy a települési önkormányzat határozza meg ennek a működését. Legalább 3 tagból kell, hogy álljon. Az értéktár bizottsága munkájába be kell, hogy vonja a szakmai szolgáltatás biztosító szervezeteket, szükség esetén szakértőket, és évente mindenképpen be kell, hogy számoljon a létrehozó alapító önkormányzatnak. Röviden összefoglalva talán ennyi. Köszönöm szépen a tájékoztatást. Van még esetleg egy ilyen folytás szólás? A polgármester úr. Köszönöm szépen. Nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek, és köszönöm szépen képviselőtársamnak, hogy ezt kézbe vette, és egészen eddig bizottsági szinten is, és most a képviselőtestület elé is tárta. Sok olyan rendezvény volt civil szervezetek által megszervezve, a Tiszaluc jövőjét, a Babcsó, az óvodának a alapítványával karöltve, képviselőasszony már több olyan fórumon ennek hangot adott, ahol meg is tudták vitatni a résztvevők, hogy miért is van erre szükség. Én is azt gondolom, hogy nagyon sok olyan érték van a településen, amik, hogyha nem kerülnek így katalogizálásra, illetve felmérésre és egy nyilvántartásba, és valamit nem kezdünk velük olyan módon, hogy ezek fennmaradhatóak legyenek, vagy megismertethetőek, akkor úgy lemondunk a múltbeli örökségünkről. Tehát ebben, és nem csak a múltbeli örökségünkről, mert ugye itt nagyon sok olyan dolog is lehet, ami jelenleg is fennálló, például természeti értékek, amiket csak meg kell őriznünk. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy olyan hiátus most az önkormányzat tekintetében, amit nagyon gyorsan pótolnunk kell. És én egy dolgot láttam itt, ami kiegészítésre szorul a előterjesztésben, hogy a létszámra vonatkozóan, ott nem tudom, hogy esetleg arra van-e javaslatod, ugye minimum 3 főt kell megjelölni. Az én javaslatom az lenne, hogy a 3 főtől több legyen, és tulajdonképpen én javaslom, hogy minden jelentős tiszaluci szervezetből egy képviselőt ebbe a bizottságba, tekintettel arra, hogy minél több helyre jön az információ a munkához, amit szerettem volna, és köszönöm. A jogszabály szerint ennek semmi akadálya nincsen, én azért hagytam itt az előterjesztésben üresen, hogy a testület dönthessen róla, hogy hány főben határozza meg a értéktár bizottság tagjainak a létszámát. Szerintem az 5 fő az egy kezelhető létszám, de ha gondoljátok, akkor végigjük, de most meg kell egy számot adjunk, ez egy irányszám. Várom a javaslatot. Én a jelentősebb szervezeteknek, tehát a helyi szervezetekre gondolok, önkormányzati szervezetek és a elsősorban az általános iskola, tehát hogy mindenkinek legyen a képviselője a bizottságban. Tehát szerintem egy ilyen 7-8 fő az, ami az én részemben javasolt. Bocsánat, nekem most nem tisztom, most adunk egy keretszámot, és kitöltik fel névvel ezeket. Az egy következő alkalom, és végre hozunk. Most. De nem kötelező. Tudni kell, hogy hányan szeretnének. Értem. Köszönöm. A határozati javaslatban egyébként szerepel, hogy az önkormányzat határozza meg a értéktár bizottságok munkáját, tehát ez még a jövő feladata. Most itt egy létszámot tudunk megadni, és majd dönteni kell arról a képviselő testületnek, hogy ezt
mikor, hogyan kikészíti, nyilván a bizottság majd fogja tárgyalni, hogy ez a működési szabályzat ezt hogyan áll össze, és mit fog pontosan tartalmazni. Én azért gondoltam az öt fűt, mert annak az öt fűnek minden egyes összejövetelen ott kell lenni, attól függetlenül minden egyesületi vezető részt vehet a munkában. Attól ők nincsenek kizárva, hogy ott legyenek a szakmai előkészítésben. Sőt, a szakmai előkészítésben minél szélesebb körben kell részteni. De a szakmai munkában örülünk neki, ha minél többen vesznek részt, de ez az ő döntésük, hogy szeretnének részt venni benne. Igen, egyébként, bocsánat, hogy közbeágok a szakterületenként, most így hirtelen összeszámoltam, egyébként 9 kategória van az előterjesztésben, ugye elkülönítve. Tehát itt a három fővel is lehet úgy számolni, hogy három kategórián, tehát hogy a bizottságon belül is három kategórián kérnünk egy felelős. Tehát lehet ez is a bizottságnak az összeállítása során egy szempont. Akkor három fő kategóriánként egy? Hát 9 kategória. Az egy főre, akkor három kategóriát. Most itt a kategóriák alatt ilyeneket értünk, a sport, turizmus, természeti környezet, mondjuk ez a három kategória egy felelős, ez tartozik a bizottságon belül. Mert ennek számtalan képviselője lesz majd, aki lehet, hogy a sportban lesz 8 vagy 10 olyan helyi tiszadóci, aki szeretne közreműködni a munkában. Elnök asszony. Az értéktár bizottságokat a jogszabály kötelezi arra, hogy együtt kell működnie akár a helyi szervezetekkel is, hát ezt itt az előterjesztésben én be is raktam. Én nagyon nagy létszámúra az értéktár bizottságot semmiképpen nem tenném. Lehet, hogy a három kevés, de az öt az szerintem is egy elegendő létszám. Mert különben a döntést nagyon meg tudjuk nehezíteni vele. Igen, de az öt fő az talán Tiszaműz tekintetében egy elég széles körű társadalmi érdek egyeztetésre adhat lehetőséget. Akkor megegyezhetünk az öt főben, akkor így fogom előterjeszteni. Akkor aki a Tiszaműz települési értéktár bizottságot, vagyis aki támogatja, hogy önkormányzati települési értéktár bizottságot hozzam létre annak érdekében, hogy helyi értékeink az országos adatbázisba kerüljenek, a gyűjteményben szereplő értékek közkincsi, itthon és külföldön is ismerté váljanak, fennmaradjanak, és értéktár bizottság létszámát közfőben el tudja fogadni, azt kérem szavazni szíveskedjen. Köszönöm szépen! Ötödik C napirendi pontunk, Zártkerti utak elnevezése és Tiszaműz közterület elnevezések felülvizsgálata. Itt a földhivatalban is különböző hivataloknál problémát jelent, hogy egyes helyeken például Nágirigó út, egy vízpart ingatlan, a másik okiratban pedig helyrajzi számmal szerepel. Azt kérték tőlük, hogy ezt rendezzük. Éppen ezért két határozatot kell hozzunk. Az egyik határozatban el kell, hogy fogadjuk azt, hogy a Tiszaműz külterület, ugye itt megvannak a helyrajzi számok, és azok milyen utcanevekkel fogjuk őket ellátni. És a másik határozat pedig arról szól, hogy a második oldaltól a földhivatali kimutatás a szerinti meglévő útjaink és helyrajzi számok össze legyenek párosítva. Egy a külterületi zártkerti ingatlanok esetében, egy pedig a belterületi utcáinkat kellett összepárosítani a helyrajzi számokkal. Ezt a kollégáim, szakemberek elvégezték, mégis minden, hogy itt minden a helyén van. Köszönöm szépen a munkát!
A Szentkerti utaknak az elnevezését a képviselő testület tavaly szeptember 27-én a számítós határozatával hagyta jóvá, és indította el annak a három, és hát négy helyi számnak az utca névvel való ellátását. Itt végig kell menni a rendelet szerint a hirdetményen, volt külön a bizottság előtt, és hirdetményes közévétel után, bizottsági jóváhagyás után fogadhatja el csak a képviselő testület, hogy mik az, lesznek az új utcanevek. Tehát az utcanevek elnevezésen végig kell menni a folyamaton. A második határozat pedig a földhivatalnak szükséges a KCR rendszerhez. A KCR rendszer a központi célú nyilvántartó rendszer, elektronikus természetesen, és Tisza utca érdekes módon például az Alkotmány utcán is van olyan, hogy ugye egy hosszú utca több helyezi számból áll össze. És hogy annak idején ez miért történt, hogy nem nézték meg rendesen. Mondjuk például az utca, ahogy jön végig 1-2-3-4 szakaszból, mondjuk pont a harmadik szakasznak nincs neve. A földkötegi nyilvának eszei, ott mindenki, mondjuk Alkotmány utcán, nem tudom hány szakasznak. És akkor ehhez kell egy kimutatás most a földhivatalnak, és nem végig ilyen már meg fog felelni neki, és nem fogják akarni, hogy újra elkezdjük elnevezni azt az utat, hisz gyakorlatilag ezek az utak, nem tudom, hány szám, mennyi ideje, 50 ideje, nem tudom, mennyi ideje, ezeket az utcanevekkel szerepelnek. Ehhez kell a kimutatás. Természetesen vannak olyan útjaink is, aminek nincs neve még, és azt viszont majd akkor azt majd a képviselőtestület elé kell lesz hozni, de azt elő kell terjeszteni, hogy akkor előkészítő munka, hogy utca vagy tér legyen, hogy szükségesek hozzá előtte még külföldhivatali fölmérési eljárás, életminősítési eljárás, illetve majd akkor az útelmérés is kell. 99%-ban tartalmazza az útjainkat. Egy kevés rész van, ahol még mindig helyrajzi számmal ellátott területek vannak, ezt kell még a jövőben majd átgondolni, de ez bizottságot igényel, elő kell készíteni, és akkor döntünk, hogy azok az utak milyen nevet kapjanak. A polgármester? Igen, ezt akartam én is mondani, hogy van egy ilyen, ahol rendeltetési jelleget is váltani kell, tehát ez egy picit nagyobb falat lesz, meg ott inkább majd a szakembereknek a munkája fontos lesz. Nekem egy kérdésem van jegyzőnő felé, hogy ez most ugye nem érint lakcímváltozással senkit a településen, hogy ezt szögezzük le, hogy... Nem. Ez lakcímváltozással nem érint senkit sem. A központi címnyilvántartó rendszer bevezetése ugye arról szól, hogy összehozták a földhivatal, illetve a címnyilvántartó rendszereket. Az önkormányzatoknak felül kellett vizsgálni az összes földhivatal KCR számokat, így mondjuk, csak szaknyelven, és gyakorlatilag addig nem hagyja jóvá a KCR rendszer a címeket, amíg a földhivatalban is nincs végigvéve az utca, az utcának a helyrendi száma, a közterület helyrendi száma és utcanével ellátva. Viszont a földhivatal addig nem fogja utcanével ellátni az adott közterület helyrendi számát, amíg képviselő testületi határozattal megbizonyítjuk, hogy annak a helyrendi számnak az az utca neve. Köszönöm. Ezt csak azért kérdeztem, mert tehát nem kell senkinek amiatt idegeskedni a lakosok közül, hogy most emiatt neki menni kell, mert megváltozik a lakcímát. És mivel ez nincs végigvéve nekünk, nincs ilyen... Tehát valamiért nem voltak tételesen a régi rendszerváltás után követően, ha megnézzük a régi határozatokat, csak annyi van, hogy milyen utcák vannak, de ott helyzámok nincsenek felsorolva. És azokat a határozatokat nem fogadja a földhivatal, az valaki nem tudja átvezetni. A másik, amiről beszélve a polgármester úr, az viszont költséget is fog vonzani maga után majd, amikor közterületet rendetet és minőségváltás is lesz, tehát ott az jelentősebb kiadásra is fog járni. Terek, rendbetételek, egy-két utca bevonása térbe, parkolók. Tudom mondani konkrét példát, a református templom körüli térrész, az tulajdonképpen egy téregyüttes, három vagy négy helyrajzi szám, és az mind a három vagy négy helyrajzi szám más rendeltetésű. Tehát van ami út, van ami közterület, van ami közpark, de igazából ez egy folytonos együttes kellene, hogy legyen.
és tehát ezek azok, amiket szakmailag is meg kell, meg rendezési tervhez is kell igazítani, meg földhivatali nyilvántartást is össze kell nézni, és majd aztán kell egy döntést hoznunk, hogy tér marad, út lesz, gyalogút, hogy miként minősíti át a képviselőtestület, és ez még vagyoni kérdés is, mert bár ezek általában törzsőben lévő elemek, igen, bár mert hogy oda kellene majd kerüljük. Ami nem az önkormányzat tulajdonában van, hanem a magyar állatban. Ez az eljárással, rendezési terv módosítással jár? Hát a rendezési terv módosítás nem ez jár, rendezési terv módosítással, az majd a következő jogszabályban nem csak a legjobb, az fog rendezési terv módosítással járni. De nem. Is olyan milliós költség és félmillió. Ez nem rendezési terv, csak figyelembe kell venni a rendezési tervet is. Köszönöm szépen. Akkor a további kérdés nincs ezzel kapcsolatban. Aki a Tiszalú 2374, 2451, 2373 és 2372 helyrajzi számú zártkerti utak elnevezését a határozatban kiadott formában tudja támogatni, azt kérem szavazni szíveskedjen. Köszönöm szépen. Következő határozatunk pedig, aki azt a táblázatot el tudja fogadni, amelyben a földhivatali kimutatás, a megjelenő útjait és helyrajzi számok, vagy kimutatás szerinti megjelenő útnak is helyrajzi számok összecsatolása megtörtént, azt kérem szavazni szíveskedjen. Köszönöm szépen. Ötödik D napirendi pontunk, munkabérvétel igénylés. A bizottság tárgyalta, megkérlek elnök úr, hogy tájékoztass minket. A bizottság tárgyalta, és ez ugye 25 millió forint munkabérvétel felvételét előlegezzük meg, tehát egyhangulag támogatjuk és elfogadáson jelent a képviselőtestület felé ha fölmerülő problémák esetén szükség lenne rá, tehát ezt nem szükséges lehívni, ez csak abban az esetben, tehát lehet 1 millió, 2 millió, 10 milliót szükség szerint, és utána ugye automatikusan fizetődik vissza a számára érkezők pénzekből. Köszönöm szépen, a többieket is szeretném tájékoztatni, hogy tavaly is elfogadtuk ugyanezt, ha emlékeztek rá. Ez azért egy biztonsági tartalék, mert úgy, mint ahogy a mentőállomásunk képvégén hatalmas problémát jelentett, akár egy visszafizetés egy inkasszó problémát jelenthet, egy pályázati önvész, amit hirtelen bele kell tenni, épp problémát jelenthet az adott pillanatban, olyankor jó, hogyha van vagy egy olyan tartalék, amihez tudunk nyúlni. Ennek a legfőbb felhasználása a pályázati tartalék képzés. 50 ezer forintba kerül a hitel lehívása, tavaly nem nyújtunk hozzá. Az idén se tervezzük, mégis megnyugtató, hogy van mihez nyúlni. Biztonsági. Bocsánat, de akkor ez nem munkabér jellegű történet. De, csak fogalmazom, rosszul fogalmazom. Jó, azért már az van leírva. Ez egy likviditási történet, amit tulajdonképp, hogyha ha egy kicsit megszorulunk, bármihez fel tudunk használni. Nem? Nem. Akkor lássuk már tiszta kézzel. Ez ahhoz van, hogyha a számlán lévő pénzt felhasználja, pályázati önerőhöz beteszi a főszámlán lévő pénzt, mert pont ki kell fizetnie és mondjuk vágyani a lehívást az uniós pénzekből. Akkor a bérletet kifizetjük. Akkor is nincs ennyi pénzben, hogy a számlán kormány bért kifizessük, akkor le tudjuk hívni és bért tudunk fizetni. Ez azért van a lényege ugyanaz, ennek a pénznek nincs neve. Igen. Nem, ez pontosan, hogy bérletre, hanem bérletre. Oké, erre voltam kíváncsi. Akkor ezt csak bérre tudjuk felhasználni. Az, hogy mi a saját pénzünkből elköltöttük azt a pénzt, amit bérre kellett volna felhasználni, az egy másik kérdés, de ezt kimondottan csak bérre tudjuk felhasználni. De ezt a következő hónapban a bank tiszta lesz. Azt én tudom, azt tiszta. Körülbelül ez az összeg a hatalmat hívánkat közelíti meg. És hogyha mégis bármire el kell költeni a pénzünket, akkor nem merül fel az a kockázat, hogy a béreket pedig nem tudjuk kifizetni.
ez volt a legkedvezőbb kamatozású, meg ez kerül az önkormányzatnak a legkevesebb, az éreztetőben. Bocsánat, semmi, én értem, az elnevezés volt furcsa, de most már azt is értem, hogy csak az lehet. Oké, megvan. A polgármester úr. Köszönöm. Azért jó, hogy beszélünk róla, és ennyit beszélünk róla, mert a lakosok, akik nem látják az előterjesztést, csak azt fogják elmenni, hogy az önkormányzat fel akar venni valamilyen hitelt, és eladósítani az önkormányzatot. Ezért kell erről nagyon részletesen beszélni, és nagyon fontos, hogy ez egy finanszírozási hitel, és amiről már szó volt, amit polgármester úrék is említettek, van egy másik változat, ami egy folyószámla hitel, ami bármelyik lakosnak is lehet folyószámla hitele. Ez a, nem tudom, minek szokták, hitelnek szokták nevezni. Azért választottuk inkább ezt a hitelformát, mert itt ténylegesen arról van szó, hogy a hónap elején, amikor ki kell fizetni a béreket, akkor ebből elő lehet finanszírozni a béreket, de ezt amikor a következő hónapban megkapjuk a bért, akkor rögtön le is vonják. És már a következő havira lehet újra felhasználni ezt a... Tehát ez egy rulírozó hitel tulajdonképpen, és a folyószámla hitellel kapcsolatban annyi az előnye, hogy annak sokkal több a költsége, mert ott rendelkezésre tartási díjat is kell fizetni, ugye jól mondom. És ebben a tekintetben ez csak a bér keret erejéig nyújt egy fedezetet, illetve a 25 millió forint erejéig, de az pont elég arra, hogyha van 25 millió forint értékben olyan, amiben benne áll a pénzünk, és akkor ezért akartam hozzászólni, hogy tavaly, ha visszaemlékeztek, akkor volt egy MVH-s kifizetési igényünk, amiben a GÁT projektnek, a GÁT aszfaltozás projektnek több mint egy évig váltunk az utolsó részletének a kifizetésére, ami körülbelül 19 millió forint volt, és azt a 19 millió forintot írtó nehéz volt kinyögni az önkormányzatnak, úgyhogy ezt úgy kellett a számláról kifizetnünk, hogy azt majd utólag megkaptuk, de az a 19 millió forint szinte egész év, sőt egész évben hiányzott, mert egy év múlva kaptuk meg ezt a forrást. Tehát ezekre az esetekre kell, hogy amikor ilyen át kell hidalni fizetési problémákat, akkor van ez a bérfinanszírozás tulajdonképpen egy biztonsági tartalékként meg. Úgyhogy csak azt kell hangsúlyozni, hogy nem eladósítjuk az önkormányzatot, és nem hitelt, nem olyan hitelt veszünk fel, amivel további kötelezettséget veszünk. Meg akkor még egy dolgot tisztítsunk ki, bocsánat, hogyha jól értelmezem, a tavalyi hitelünk az december 31-ével, vagy egy év után megáll, és ezt minden évben újra kell, hogy indítsuk. Ne az legyen, hogy tavaly volt 20 millió, amit mint önkormányzat felvettünk, meg már most rápakolunk 25-öt, ez nem erről szól. Tavaly egy is igénybe vettük, vagyis nem vettük, felvettük, nem vettük. Rosszul fogalmazok, nem vettük. Szerződést kötöttünk hitelkeretre, de a hitelt nem hívtuk le. Tiszta. A szerződést egy évre lehet kötni, adott évre, tehát évre. Az lejárt december 31-én, január végig csináltuk, nem volt szerződésünk, február végig csináltuk, nem volt szerződésünk, és most kérünk a képviselőtestülettől egy felhatalmazást, hogy az önkormányzat ismét köthesse egy hitelkeretet az év hátralévő részére, december 31-ig. És hangsúlyozom, nem vettük igénybe. És a rendelkezésre, bocsánat, ez az egyéves hitelkeretnek a fenntartása 50.000 forintba került. Bocsánat, ismerem a konstrukciót, csak tényleg amiatt mondjuk el, hogy legyen egyértelmű az állampolgárok részéről, hogy miről beszélünk. Mert a tavaly egy kicsit úgy végig siklottunk, hogy munkabér, és utána meg halljuk azokat a hangokat, hogy persze, mert már munkabérre sincs pénze az önkormányzatnak. Igen. Azért tisztítsuk ezt ki csak, mert én értem a konstrukciót is, csak hogy legyen tiszta mindenkinek, hogy miről beszélünk. Ez egy megnyugtató biztonsági tartalék, de az éven se kívánjuk felhasználni. Köszönjük. Én is köszönöm. Aki tudja támogatni, hogy 2023 évben is mérjünk ezzel a munkabérhitel igénylésének a lehetőségével, azt kérem szavazni szíves legyen. Köszönöm szépen egy hangot. 5. napjelenti pontunk e pontja, önkormányzatok rendkívüli működésének támogatására pályázat benyújtása.
minden évben, vagyis az elmúlt 2-3 évben pályázatot nyújtottunk be azokra a több mint 3 hónapja lejárt köztartozásokra, amiket az önkormányzat nem tudott kifizetni, és a tavalyi éven is közel 10 millió forint pályázati pénzben részesültünk. Ezzel az előző önkormányzatok nem éltek, a mi testületünk kezdte ezt a pályázati forrást használni. Úgy gondolom, hogy mindenféleképpen nagy segítség ahhoz, hogy például ez az idei költségvetés is megszülessen. Ezen az éven is szeretnénk vele élni. Számításaink szerint olyan 20 millió pályázati összegre szeretnénk pályázni, és majd meglátjuk, hogy ebből mennyit támogatnak. Ezt is tárgyalta a bizottság. Így van, a bizottság tárgyalta. Tehát ebben az évben is, 2023-ban is az önkormányzatoknak rendkívüli támogatása címen ugye pályázatot írtak ki, és az a 30 és 60 napnál idősebb lejárt számlák, amiket ugye nem tudunk kiegyenlíteni, és ezeket ugye 2023. szeptember 30-ig lehet benyújtani. És a bizottság tárgyalta, elfogadást ajánljuk, mert bármennyit kapunk, az csak plusz kiegészítés a költségvetésnek. Köszönjük szépen! Csak annyi kérdés, hogy nem köztartozások, hanem gyakorlatilag olyan kötelező feladatellátásokkal lehet pályázni, amire nincsen egyébként központi normatíva. Köszönöm szépen, hogy javítottál. Csak egy kis helyet. Nem jól fogalmaztam. Igen, igen. Jó, aki egyetért azzal, hogy Tiszalusz Megkösség önkormányzata 2023 évben is éljen a reki pályázati lehetőséggel, azt kérem szavazni szíveskedjen. Köszönöm szépen! Ötödik napirendi pontunk F pontja következik, Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása. Itt bármilyen apróságban módosul a Többcélú Kistérségi Társulás megállapodása, minden egyes benne lévő település képviselőtestületének el kell fogadni a módosítást. Jelen esetben annyit változott, hogy Taptaszada település bekerült a belső ellenőrzés rendszerébe. Tehát társuláson keresztül fogja ő is elvégeztetni a belső ellenőrzését. Emiatt kell elfogadjuk a módosítást. Gondolom ezzel kapcsolatban nincs kérdés, úgyhogy aki a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítását tudja támogatni, azt kérem szavazni szíveskedjen. Köszönöm szépen! Elérkeztünk az utolsó napi rendi ponthoz, képviselői interpellációk. Nekem is van itt két téma felírva, de előtte megkérdezek benneteket, hogy szeretnétek, ha van, hogy mondani. Először jön a stengérdel. Köszönöm szépen. Nekem is van két-három témám. Az első az, hogy most az előző testületi ülések ilyen több alkalommal beszéltünk a Tiszaluton tervezett éves programoknak a tervéről. Szakbizottság is tárgyalta, mint képbizottság, illetve a civil fórumokon szóba került. És a civil fórumokra szeretnék egy kicsit reflektálni, hogy november 15-én volt egy bizottsági ülés, majd 22-én egy civil fórum. Novemberben, majd ebben az évben februárban, 8-án, február 8-án is meghívtuk a civil szervezeteknek a képviselőit. És én azt gondolom, hogy nagyon eredményes munka volt ezeken az összejöveteleken, mert összeállt egy a tavalyi évekhez képest mindenképp tartalmasabb program,
és ezt a programot ezt közé is fogjuk tudni hamarosan egy-két napon belül tenni az önkormányzatnak a honlapján. Minden olyan civil szervezet, akit megszólítottunk, nagyon aktív volt, és a saját maga által szervezett programokat is felkérésünkre beajánlotta a Tiszabucon program keretében. És így nekem a táblázatban, ami előttem van, körülbelül egy olyan 60-70 program van most. Azért mondom a körülbelül, mert 66 konkrétan benne is van már, és még mindig tudunk 4-5 olyan programról, ami meg fog jelenni, és abban bízunk, hogy ettől egyébként sokkal több lesz. Most már nagyjából ott tart az előszervezés, hogy már vannak bizonyos időpontok, amikért harcolni kell a művelődési ház vagy a helyszínek tekintetében, mert most már mindenki rájött arra, hogy előre érdemes ezeket jelezni. Még egy nagyon fontos dolog, hogy elkészült az a logó, amivel majd a programot fényjelezni fogjuk, ez már a Tiszalúzon általános logója lesz, és lesz, ami a foci esemény, amit április 22-én beszéltünk meg a szervezőkkel, hogy akkor lehetne a foci bajnokságokat is, és a húsvétot és minden egyéb ünnepet figyelembe véve megszervezni, az egy ilyen formában tudna már mint a logó megvalósulni. Ezekben a programokban az lenne az igazán előremutató, hogy ugye a költségvetés tárgyalásánál elmondtam, illetve több hozzászólásban is megjelent, hogy szűkös a költségvetés, de pontosan az önkormányzatunknak az lenne a célja, hogy civilekkel együttműködve egy közös szerkezetben egy egységes települési programot valósítsunk meg. A fogadókészség megvan, mint minden fél részéről, és még egyszer mondom, ennek az a eredménye, hogy a elkövetkezendő héttől, és már a március 15-e is egy ilyen program lesz, amikor a települési rendezvényt is civileknek a közreműködésével egységesen lehet majd megszervezni, és aztán számos programot még a településen. Úgyhogy a civilekkel kapcsolatban, illetve a programokkal kapcsolatban mit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én pedig egy másik civil fórumról szeretnék beszélni, ami a kóborkutyákkal kapcsolatban zajlott pár héttel ezelőtt. Úgy gondolom, hogy ez is egy eredményes megbeszélés volt. Közösen arra jutottunk, hogy mindenféleképpen még az idén meg kell tenni az első lépést. Az első lépés azután az pedig az evösszeírás. És úgy gondolom, hogy már a mai testületi ülésen el kellene fogadjuk, hogy ki lesz ennek a felelőse. Jegyzőnő vagy pedig én nagyjából. Igen, azért kell eldönteni, mert a képviselő testületén a hatáskör, az erdőművészeti hatáskörbe ül, a képviselő testületén ez egy összeírási hatáskör. Ez a hatáskör képviselő testületi. A jegyzőnek is van ebben hatáskörben többek között egy nyilvántartás felvezetése az erdőszeírás alapján. De az erdőszeírás az a testület hatáskörbe. Úgyhogy ezt a testületnek előttem ki nem adja át ezt a csodálatos hatáskört, hiszen a képviselő testület mindig átadott, legtöbbször átadja a hatáskört, és én javaslom nézőnő, felelős, tudom, hogy ő... Nem, tehát hatáskör átadása? Én hatáskör átadása. Meg fogunk tudni egyetlen biztos, hogy jól van. Hát, reméljük. Ha nem, akkor visszatérünk képviselő testület elé. Jó, a képviselő testület elé. Jó, rendben, akkor aki egyetért abban, hogy előszeírás felelősseként jegyzőnőt felruházzuk ezzel a szép hatáskörrel, azt kérem szavazni szíveskedjen. Köszönöm szépen. 2023-ban előszeírás. Körben a kormányhivatal is megküldte a körlevelet, hogy azon önkormányzatoknál, ahol 2020 óta nem volt előszeírás, hogy 2023-ben ezt meg kell valósítani. És ez milyen formában történik? Papír alapon kell mindenféleképpen, ugyanis alá kell írni a tulajdonosnak, illetve az egytartónak, hiszen itt neki nyilatkozunk arról, hogy van-e csíppakutyusba, hogy volt-e oltva, és hogy ezeket le tudjuk ellenőrizni. Mert amennyiben mondjuk ha beírjuk a csípszámot, és nem jön le, hogy tényleg van ilyen regisztrált csíp, akkor azt le kell ellenőrizni, hogy miért nincsen, hogy az állatorvos hibázott-e véletlenül, vagy el van írva egy szám például,
illetve amennyiben kiderül, hogy egyáltalán nincsen a kutyus ellátva azonosítóval, akkor ezt jelenteni kell felfedezett állat egészségügyi hatóságunk, és meg fogják őket. Ezt akartam mondani, nem a csippel van a baj, vagy a csippes kutyákkal, a csipp nélkül kutyákkal, mert annak nem lesz gazdája ugyanúgy. És akkor hová tesszük azokat a kutyákat, tehát ugyanúgy fog járkálni egyik portáról a másikra, egyik utcából a másikba. Nem fogunk neki gazdát találni, tehát lesz egy kutya gazda nélkül. Vagy nem egy, hanem sok kutya gazda nélkül. Van egy regiszter. Annyit hagy tegyék már hozzá, hogy ez egy olyan egyeztetés volt, amit összehívtunk, ahol minden olyan szereplő képviseltette magát, a állatorvostól, az önkormányzaton át, a erdőművészeti telepnek a vezetőjéig, tehát sok szereplős volt, de a civilek is itt voltak, akik állatmentők. És polgármester úrral előtte három olyan helyszínt is megnéztünk, ahol különböző módon oldják meg ezt a kutya kérdést. De minden helyszínen, és ezt az állatorvos Boros doktor is ott ült doktor úrnak a helyén, azzal kezdte, hogy bármit is akar a önkormányzat csinálni kóbor kutya téren, addig, amíg nem tudjuk, hogy mivel állunk szemben, mennyi kutya van, azok milyen szinten vannak beoltva, csippel ellátva, stb., addig nem tudunk egy tapottat se előre lépni a témába. Még egy szám elhangzott, hogy a doktor úr szerint 20%-tól nem több Tiszalucon az oltott, csippel ellátott kutyáknak a száma. Ez brutálisan alacsony szám. És egyébként azokon a településeken, ahol jártunk, körülbelül ilyen 5 éves viszonylatokról beszélnek, 4-5 éves viszonylatokról, hogy onnantól, hogy a nyilvántartást tisztázták, és elkezdtek egy felelősebb tartásra egy kampányszerű munkát, körülbelül 5 év kell ahhoz, hogy ez a helyzet úgy normalizálódjon, hogy már ne a kóborkutyákat hajkurásszák az utcákon, hanem azt a néhány gazdát célzottan keressék meg, akinek a kutyájával probléma van, tehát 4-5 év. És viszont mi akárhogy, akármilyen szemszögből néztük, mindenki az előszeírást tartotta elsődlegesen fontosnak. És már most itt a képviselőtestületi ülés keretein belül mondjuk, hogy az előszeírás nem azért kell, hogy majd utána az önkormányzat az Evo-t bevezesse, mert a legtöbben ezért rózkodnak tőle, hogy akkor biztos majd ki fognak vetni egy adót. Megvan ennek is a lehetősége, de azok, akik felelősen tartják a kutyát, azoknak lehet kedvezményt adni. És vannak ötletek arra, hogy mondjuk az evadó bevezetésével ugyanolyan mértékű evadót vezetnek be, mint mondjuk az oltásnak a díja. És az evadóból az oltást finanszírozza egy önkormányzat. Tehát a rendes gazda, aki egyébként is beoltatja a kutyáját, neki nem lesz többlet költsége. Vagy azt mondja az önkormányzat, hogy az evadóval a ivartanítást akarja elősegíteni, és azt mondja, hogy ha ivartanítja egy gazda a kutyáját, akkor az evadó alól mentesül. Tehát számtalan mód van, de ahhoz, hogy ide eljussunk, hogy egyáltalán milyen eszközöket kell használni, ahhoz a legfontosabb dolog, hogy egyáltalán lássuk, hogy milyen állománya van a településnek kutya tekintetében. És még egy nagyon fontos dolog, hogy egy jó módszer szerintünk, ezt szerencsén láttuk, és ott is Boros doktor az állatorvos, hogy már az oltásnál felveszik az adatlapot a kutyáról, tehát ott, amikor az a 20%, aki rendes és elviszi, és bocsánat, hogy így mondom, hogy rendes, mert megint Boros doktorra kell utalnom, hogy ha valakinek egyébként 6000 forintja nincs oltásra, csippelésre, bármire, akkor az hogy akar felelősen kutyát tartani, amikor 6000 forinttal többet megeszik egy hónapban a kutya. Tehát és 4-5 kutyát tart el. Tehát igazából az lenne a lényeg, hogy ezen a településen, meg minden településen csak azt tartson kutyát, aki megteheti, mert tehát tudja gondozni, meg tudja venni a tápot neki, be tudja oltatni, a betegségek ellen tudja védeni. És ehhez meg ez kell, hogy elinduljon egy munka, az összeírás, és utána majd lehet azokon az eszközökön vagy módszereken csiszolni, aminek egyébként a legeslegelső pontja lehet az, amikor az oltás meg van hirdetve, és március első felébe lesz itt a településen az evoltás, akkor már azt a 20%-ot fel lehet mérni. Azt is meg kell majd nézni, tehát oda is el kell menni majd a
jegyzőnő által kijelölt felelősnek, aki majd az összeírást csinálja, csak akkor már neki van egy adatlapja, és csak azt kell megnézni, hogy valóban az a kutya ott azon az ingatlanon tartózkodik-e. És akkor kipipálta is 20%-ot, így viszonylag gyorsan össze lehet írni. A maradék 80-nál lesz a gond. Meg azokkal lesz a gond, akiknek kerítése nincsen, arról már nem is beszélek, nem kenelbe, meg láncon tartja, egyáltalán kerítés sincs. Tehát azokat, hogy fogjuk megtalálni, nem lehet tudni. Tehát ez egy nagy munka lesz. Megőrünk rá figyelmet, hogy valószínű, hogyha egy ilyen nagyobb elánnyal belekezdünk, akkor sokkal több kóborkutya lesz, mert ki fogják engedni az emberek, ha már rájönnek, hogy itt be kellene valni, be kellene csipelni, megoldani, hogy pénzbe kerül. De ha ez visszafogna minket, akkor soha nem történne még évekig semmi. Vállalnunk kell ezt a kockázatot, aztán ha odaérünk, majd akkor meglátjuk, hogy tudjuk kezelni ezt a helyzetet. Lehet, hogy egy hónapon belül háromszor fogjuk hívni a gyermestert, utána már többet az éven nem. Majd kitaláljuk. Én csak ennyit szeretnék mondani, tehát amit most a polgármester elmondott, legnagyobb részben ez a hobbi állattartásra vonatkozik. Tehát egy falusi portán nem hobbiból tartunk kutyát, tartunk azért, mert meg akarjuk védeni a kertünket, meg akarjuk védeni a házunkat. Nyilvánvaló, hogy vannak olyanok, akiknek a chip meg az oltás is sokba kerül, de tudom, hogy rendbe kell tenni. Én ezt mondtam évekkel ezelőtt, hogy én is felajánlok összeget, és olcsuk be, és csippeljük be a kutyákat, és gazdára irassuk, ahol megtaláljuk amelyik portán, és onnantól kezdve mindegy, hogy kié volt, az ő nevén lesz, mert az ő portáján volt. El kell kezdeni valahol, de viszont azért, mert most egy kutyát ad, kettőt vagy ötöt, mi alapján fogjuk tudni megalapítani, vagy ő el tudja tartani, vagy nem, felelős, mennyire felelős, tehát mindenki felelős az állattartásért, tehát bármilyen állatról beszélünk, tehát legyen az kutya, vagy akármilyen állat. De én úgy gondolom, hogy itt nem csak hobbi állatként tartunk kutyát a faluban. Sokan igen, tehát megváltozott a helyzet, de meg kell nézni, hogyha nem lesz ennyi kutya, mint amennyi mondjuk most van, akkor tényleg el kell gondolkodnunk azon is, hogy a rágcsáló és féregírtást is el kell végeznünk, mert se kutya, se macska, minden porta fele lesz rágcsálóval. Így is van, de ha ennek a kutyának csak a fele lesz, akkor a rágcsáló meg háromszor ennyi lesz, vagy négyszer ennyi. Tehát ennek van ilyen vonzata is. Én is azt javaslom, hogy kell, de akinek most nincs oltva, most nincs csippelve, és akkor azt mind elvitetjük, ami nincs beoltva, ami nincs becsippelve. Ha nem tud letenni csipek oltást és megbünteti a hatóság, ki fogja tudni fizetni? Ha szüksége van rá, akkor, hogy megvédje a portáját, vagy hogy patkányozzon, akkor én egyszer szerintem azt az oltást ki fogja fizetni, csipek meg csak egyszer kell megvenni. De azt mondom, hogy az ki is fizette eddig is. A többiek, akik nincsenek beoltva, az, ha meg lesz büntetve, sem fogja ki fizetni, akkor lesz az, hogy lesz a 80%-ból egy 60%, akkor kóbor lesz. Valószínűleg, mert a gazda, tehát ez nem is hobbi, meg vannak, akik nem is hobbiként tartják a kutyát, meg nem is ilyen őrzés és védelem szempontjából, hanem csak van. Tehát nem is szeretem, nem tudom, tehát azért ez nagyon sok odul ez a dolog, tehát azok is megoldás, de el kell indulni az úton. Igen, én az állatvédőkkel mindig fogok harcolni, mert sok olyan állatvédő van, aki nem tartott soha jószágot, semmiért, és ő a legnagyobb állatvédő, ő harcol a legjobban, törvény alapján, de nem tudja azt, hogy mit jelent az, hogy egy falusi porta, meg mi az egy panelban tartott német juhász kutya mondjuk. Tehát azért a hobbi kutya, meg a falusi portán tartott másokból kutya, az teljesen más, tehát én úgy gondolom. Mi csak azt szeretnénk elérni, hogy kevesebb kóbor kutya legyen, le kevesebb kutya. Nyilvánvaló. Vannak alap dolgok, nagyon sok mindenben igazad van egyébként, de azt tényszerűen állapítsuk meg, hogy nagyot változott a világ. Most kisváros vagyunk, vagy közel kisváros vagyunk, már nem jellemzően az a falusi porta, amire te gondolsz, az már nagyon kevés helyen van.
Úgyhogy inkább a hobbi állattartás működik. Persze benne van az, hogy ez ösztönösen, hogy védi a jószág a portát, ez tényszerű. De én nem is itt érzem a jelentőségét ennek a dolognak, meg, hogy itt el fog majd menni nagyon sok kutya, hogyha nagyon keményen beleállunk. De ha nézzük a híradásokat, akkor azt ne felejtsük el, hogy Szabolcsban most is volt veszett hóka. Ne felejtsük el, hogy ez állategészségügyi dologról beszélünk, az oltásnál. Itt nem arról van szó, hogy van kedvem oltatok, nincs kedvem nem oltatok. Itt arról van szó, hogy megelőzzünk olyan bajt, olyan egészségügyi járványt, amely akár az állatokra, akár az emberre, majd a később ilyen folyamán komoly veszélyt jelent. A doktor úr rögtön fogja mondani, veszettségbe hány ember marad életbe, hogyha elkapja. Nem nagy számot fog mondani nekünk, én azt gondolom, úgyhogy itt azért ezt a részét is nézzük már, hogy ez állat egészségügyi feladat, Boros doktor úrnak ebből a szempontból is kell vizsgálatot folytatnia, van feladata, az önkormányzatnak ebből a szempontból van feladata, engedjük el azt, hogy most hobbi meg nem hobbi, meg van 6000 főtől, vagy nincs, ezt be kell oltatni. Itt nincs kérdés. Ebben nincs kérdés. Amiatt, hogy önmagunkat megvédjük. Ez ilyen egyszerű. Aki ezt nem tudja, ott, hogy most bírság jön, vagy mit lehet csinálni, azon kell majd gondolkodni, de itt ez az elsődleges szempont szerintem, amit mindig szem előtt kell tartani az evőszeírásnál is, és annál is, hogy most melyik van csipelve, melyik van oltva, úgyhogy ez egy nagyon fontos része a dolognak. És itt sajnos el kell engednünk az érzelmeinket az állattartókkal kapcsolatban. Ez ilyen egyszerű. A következő téma, ami eszembe jutott, az a piacpályázatunk. Mindenki tudja, hogy van egy nyertes piacpályázatunk, amit 2 évvel ezelőtt adtunk be. A jelenlegi terület, ahova a pályázat szerint terveztük, az a Népkerter átellenbe az üres port, amit az önkormányzat megvásárolt. Petőfi és a Béke sarkán. Lóci Sanyi, hogy mindenki be tudja tájolni, hogy melyik portáról beszélek. Viszont, hogyha hosszú távon gondolkodunk, akkor szerencsésebb lenne ezt a portát egy parkolónak kialakítani, még pedig azért, mert a Népkertet egy rendezvénytérnek szálljuk, ott van ugye a megrévő piac, ott van a focipálya, és egy nagyobb rendezvény esetében nem tudnak hol parkolni az autók, ott van a óvodán. És arra gondoltunk, hogy a jelenlegi piacsal összeépítve, ellalakba kellene megvalósítani az új piacot a kenyérgyárnak a füves területén. Biztos el tudjátok képzelni. Ezügyben már tárgyalásokat folytattam a tulajdonossal, és egy olyan kompromisszumos megegyezésre jutottunk, hogy annak fejében, hogyha kialakítunk ott nekik egy kamionbejáró leaszfaltozva és egy nagy kaput, 1 forintért megkapjuk a területet. A kiinduló ár, amit mi felajánlottunk, az nagyon minimális összeg, megszámított, ők pedig egy nagyon magasat mondtak, és ez a 2 nagyon magas árat ezért a 2000 négyzetméternyi területért, kicsivel több, ezért ez a közös kompromisszumos megoldás van, próbáltunk megegyezni, amilyen viszont szükség van a ti támogatásotokra, hogyha beleegyeztek. Mert ez költséggel jár. Ez azt jelenteni, hogy magát a pályázatot is átszedálnánk ide. Igen, ugye? Erre a területre. Először csak elhatároztuk, hogy mi szóltok ahhoz, hogy ha ezen a területet cserélnénk sokkal a pályázatban, és ezt a pár millió forintot pedig az önkormányzat beáldozná erre a célra. Hosszú távon mindenféleképpen logikus lenne, mégpedig azért is, mert ott kinyílna egy kis utca vagy terület, ahol át lehet járni a Népkertből a focipályára. Meg biztonságosan megközelíthető. Biztonság. Igen. Nekem, bocsánat, még egy kérdésem van. Abban az esetben, hogyha emellett döntenénk, hogy ott valósul meg ugye ez a beruházás, és megbővül a jelenlegi piacunk, megfrissül és megbővül, eltűnik-e a szennybiztara? A szennybiztisztító? El tudjuk-e tüntetni? Nem. Viszont még annyira hadd egészítsen ki, hogy amit polgármesteren mondok, hogy ha visszaemlékeztek, körülbelül egy másfél évvel ezelőtt ez már téma volt, tehát meg szerettük volna akkor vásárolni, és akkor, hogyha
emlékeztek rá, el is indítottuk a rendezési tervnek a módosítását. Ugye három része volt akkor a külső iparterület, ez a népkert, és még volt egy a KFT-nek a területe. És ez végül is ment, ez a rendezési terv módosítás, mert ez egy különleges rendeltetési terület, ami a gyárnak az épülete van. És most egy szintén egy szabályos négyszög alapú területen lenne, csak jóval kisebb területen maga a gyár, és egy ilyen U alapban vennék körbe az a terület, mert hogy nem csak arról a 2500 négyzetméterről van szó, amire rátennénk az épületet, hanem a Béke utca felől egy parkolósávot is ki tudnánk alakítani, ahol most a magas feszültségű vezetékek vannak, ott is egy 4 métert átadnának ennek a egyességnek a fejében, plusz a jelenlegi piac épületünk, ami most ugye nem piacként funkcionál, az amögötti terület, ami ott a hús volt és a kenyérgyár között van. Ami meg azért lenne fontos, hogy a jelenlegi piac épületünk mögött is legyen egy biztonsági sáv, meg ahol lehet pakolni, meg, tehát hogy legyen térben, most közvetlenül a telek határon van az épületnek a hátsó fala. Tehát, hogy erről szól igazából az egyesség, hogy ennek a kerítésnek, illetve a kamionbejárónak a megépítése fejében, és ha ez nekünk, most mondok valamit, 2 millió forintba kerül, igazából nem érdekli a eladót. Tehát nekik csak ez a kérésük, hogy egy bizonyos minőségben, amivel megegyezünk, épüljön meg, és hogy azt mi a KFT-vel építetjük, vagy külön szolgáltatóval pályázatba tesszük be, vagy, tehát hogy nekünk mennyibe fog kerülni, ez egy másodlagos dolog. De erre mondta a polgármester úr, hogy azért egy pár millió forintba belekerül, mert csak több mint 100 méter kerítést építünk, amit egyébként úgy tervezünk, hogy a meglévő kerítést elbontjuk, és ugyanazt a vasanyagot felújítva beépítjük, csak 4 méterrel bentebb. Tehát erre már vannak számításaink, nagyjából látjuk, hogy milyen költségből lehetne megvalósítani, és az a baj, hogy egyáltalán nem garancia, hogyha mi ezt az egyességet megkötjük a kenyérgyár tulajdonosaival, hogy ezt a projektet meg tudjuk itt valósítani. Mert ahhoz még kell egy irányítóhatóság részére egy hozzájárulás. De, és nem tudom, a szerzőnőtőlet kérdezem, hogy nem lenne praktikus most arról határozatot hoznunk, hogy neki rendkívül testületi ülése, hogy a piac épületét, ha áthelyezzük, tehát egyszerűen ugye egy döntés kellene arról, hogy itt szeretnénk inkább megvalósítani, illetve, hogy eleve úgy ebből a pályázatot, hogy többletköltségigénnyel élünk, ha van rá lehetőség, ha nincs, és akkor már a pályázati jónkat arra kérnénk fel, hogy így kezdje el a piac pályázatnak az előkészítését a irányítóhatóság felé. Ahhoz nem kell határozat, hogy többletköltségigénnyel élünk, ahhoz kell ez határozat, hogy az önrészt elfogadjuk, mert módosítja az önrészt. Aha. Most egyelőre elég szerintem arról, hogy szerződésköt is felhatalmazni a testület, világgyorsan kell szerződésködni, és világgyorsan megkérdezni, hogy egyáltalán van-e lehetőségünk módosítani a pályázatot. Jó, akkor aki egyetért azzal is... Egy kérdésem lehet még közben, hogyha ez a terület így valóban átadásra kerül, akkor az ott egy tűzoltósági felvonulási szempontból megfelel a tűzvédelmi előírásoknak, ugye? Tehát elég széles terület lesz ott az épület, a szennyvíz. Hát az egy... Az egy...